Sziasztok, szeretném megmutatni, hogyan kell a mesterséges intelligencia segítségével zenét csinálni. Ezen az oldalon a kezdőknek is és haladóknak is könnyen megtanulhatóan lehet zenét szerkeszteni. Belépünk a Suno oldalára, és itt is van, ahol elkészíthetjük a zenénket. Sok érdekes dolgot találhatunk, meghallgathatjuk mások zenéjét, ötleteket meríthetünk. Ahhoz, hogy zenét készítsünk, be is kell lépnünk az oldalra. Ja, és teljesen ingyenesen, nem kér rögtön előfizetést, stb. Na, erről később. Oké, de most lépjünk be. Szóval itt lépünk be. Én a Google fiókomat használom belépéshez, mint sok mindenhez általában. Hoppá, már be is léptünk, itt vagyunk benn. Itt vannak az újdonságok, ez a Suno fő oldala. Itt vannak a korábbi zenéid a könyvtárba. Na és itt a lényeg, hölgyek, urak. A Create, innen indulsz el egy varázslatos mesevilágba, ahol szöveget dallá lesz a te utasításod zenei stílusod alapján. Megnyitjuk a Create oldalt, ez az első kis rész, a Lyrics, azaz a dalszöveg. Ide írhatod, másolhatod a dalszövegedet, és lentebb adhatsz neki címet. Írhatsz verset, dalt, szerelmednek, vagy haverodnak, vagy saját gondolataid, amit meg akarsz zenésíteni, vagy egy repszöveg, bármi, amit csak akarsz. Puff! Én már bemásoltam egy mindenki által ismert dalt, az Érik a szőlő hajlik a vessző kezdetű népdalt. Beírhatjuk egyszerű versként, a Suno így is felismeri, de jobb lesz, ha a versszakokat felbontjuk. Verse, azaz versszak, kórusz, azaz refrén, sokkal jobban fog énekelni. Jobb lesz a dal. Közben, mint látjátok, elértünk a stílus részhez. Én már elkezdtem beírogatni a rock stílust, és Suno felajánl egyéb hozzáillő stílusokat is. Ami tetszik, ráklikkelhetünk és hozzáadja. De most írtuk egy kis post-punkot vagány hangzásért. Hegedűt a magyaros hangzásért, ha már magyar nóta. Tehetünk női énekest is, írjuk be female vocal, női vokál. És ha szeretnénk, hogy tisztán énekeljen nyelvünkön, akkor írjuk be, hogy clear Hungarian. Jön a címrész. Title néven találod. Beírjuk, Érik a szőlő, rock, ez lesz a címünk. Végignézhetjük, hogy minden helyesen lett-e írva, nehogy újra kelljen generálni egy elírás miatt. Vagy akár, ha eszünkbe jut valami, azt hozzáírhatjuk. Szóval későbbiekben a következő videóimban majd szó lesz arról, hogyan készíthetünk saját énekest, saját stílussal, meg minden, de ha feliratkoztok, akkor nem maradtok le egy videóról sem. Itt a fenti részben kiválaszthatod, melyik verzióban készítsen zenét az AI. Lehet az új V4, ami zenében kiváló, de még töri a magyar nyelvet, vagy a V3-as fél, ami tisztán szól magyarul, zenéje is jó, csak nem annyira tiszta hangzású, mint a legújabb verzió a döntés a tietek, én a V3 és V5 választottam. És akkor csináljunk zenét. Megnyomjuk a gombot, és csapjunk a közepébe, elindítjuk a mesterséges intelligenciával a zene szerkesztését. Elindul a folyamat 2-3 perc, és kész a zenénk. Kész van. Nézzük meg, hogy sikerült. Most hallgassuk meg a zenénket. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. Két szegény legény, számtani menne, de nincsen kenyere. Ez lett az első, nekem nem jött be. Nézzük ezt. Érik a szőlő, hajlik a vesző, bodoly a levele. Két szegény legény, szántani menne, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma, a farisznyába, keserű magába. Nekem a második jobban tetszik. Nektek? Írjátok le kommentben. Egyébként az elkészült zenékről itt minden információt megtaláltok, most viszont más stílusban csinálunk zenét. Kipróbáljuk. A feladat ugyanaz, beírjuk a stílust, most pop R&B, dance lesz az alapstílus, style, a régi stílust kitöröljük és beírjuk az újat. Címet is átírjuk és create, lássuk mi lesz. Bodor a levele, két szegény.
szegény. Számítani menne, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma, attal is jába, keserű magába. Nem az igazit, nézzük a másikat. Így kell csinálni zenét mesterséges intelligenciával. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem tudtam segíteni. Hogy ti is megtanuljátok. Kipróbáljátok az AI zenei varázsát. Kíváncsi vagyok, ti milyen stílusban csinálnátok zenéket, vagy miről szólna a zenétek. Írjátok le kommentben. Nyomjatok lájkot, és iratkozzatok fel. Köszi! A következő részben megmutatom, hogy saját zenét vagy saját dalod, amit te énekelsz, hogyan zenésítheted meg. Egyébként én sem vagyok emberi hang. Talán lehet hallani is. Oké, hölgyek, urak, like, feliratkozás, és köszönöm. Várlak benneteket a következőre. Na csá!